Tehát a zsidókhoz írt levélben megyünk tovább. Nem fogjuk befejezni most a negyedik fejezetet, viszont az utolsó igeversekkel, utolsó három igeversekkel fogunk igazán foglalkozni, illetve ennek a hátterével. De hogy képbe legyünk, 11-es igeverstől fogom felolvasni a fejezet végéig tartó szakaszt, tehát zsidókhoz írt levél 4-es fejezeti 11-től 16-ig. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugalomba, hogy senki el ne essék az ehhez hasonló engedetlenség következtében. Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétévű karnál, és áthatul az elme, a lélek, az ízületek és a velük szétválásaik, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincs olyan teremtmény, mely rejtve volna előtte, sőt, mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt, neki kell majd számot adnunk. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk itt vallásunkhoz, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísért és szenvedett mindenben kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Az előző alkalommal az igyekezetünk izmait, ugye, amivel a 11-es igevers kezdődik, és előtte van az oka, hogy miért igyekezzünk, ugye, mert megvan az esély, illetve ebbe is benne, hogy valami hasonló engedetlenség következtében el ne essen az ember, vagy korábban ugye a elsodródásról beszélt a második fejezetnek az első igeverseiben. Tehát van egyfajta veszély, amire felhívja a figyelmet, ezért igyekeznünk kell, az igyekezethez pedig általában, ugye, mint mondtam, ez a szó, ez egy ilyen sprintfutásnak a szava, tehát ahhoz izmok kellenek. És ehhez, mivel izmok kellenek, elmondja, hogy mik azok az izmok, hogyan tudunk mi igyekezni. És megnéztük az előző alkalommal az egyik ilyen igyekezeti izmunkat, vagy izomcsoportot, ez pedig az ige. Láttuk, hogy Isten kegyelméből tapasztaljuk is, remélhetőleg mindenki, minden nap, hogy Isten igéje az élő és ható. Mert ahogy itt le van írva, és ahogy mi ezt átfordítottuk, vagy értelmeztük az ószövetségi képek alapján, ugye megváltoztatja a gondolkozásunkat, hatással van a gondolkozásunkra, hatással van a lelkünkre, az Isten felé való visszaadja a gondolkozás az e világ dolgaihoz, szent, e világban szentekként tudjunk élni, arra vonatkozik igazán. A lelkünk az Isten felé való viszonyunkkal foglalkozik, az is megváltozik, a tetteink megváltoznak, ugye az inak, tetteink megváltoznak, a reakcióink, ez ugye a belső, amit itt azt mondja, hogy velük, ugye ez a, ezt mondtam, ezt lefordítottuk ugye az ószövetségi gondolkozásban, ez a reakciója az embernek, az érzései az embernek, az, amik megváltoznak, és az egész valunk, a szívünk megváltozik, mert megítéli a szív gondolatait és szándékait, mondja itt az ige. Tehát az egész valunk megváltozik, a hozzáállásunk, a gondolkozásunk, minden megváltozik az ige következtében, mert élő és ható az Istennek az igéje. De bár az ige élő, nem önmagában, mert hogy nem jelent önmagában személyes kapcsolatot. Tehát mégsem személyes kapcsolat az, ha valaki olvassa az igét, hiszen a Biblia az nem a Szent Háromság negyedik személye. És bár nagyon sok könyv tud hatást gyakorolni emberekre, akár egy regény is tud nagy hatással lenni valakire, vagy akár valami más vallásnak, más hitrendszernek a különböző könyve is hatással van a különböző emberekre, persze megközelítően sem akkora hatással, mint a Biblia, de Isten nélkül a Bibliának nem lenne semmi értelme. Isten nélkül a Bibliának önmagában nincs élete. Nincs neki normális funkciója, mivel a funkciója pont az, hogy kialakuljon egy kapcsolat. Isten nélkül a Biblia, kivennék Istent, kivennék a kapcsolatot, az Isten kapcsolatot a Bibliából, akkor, és ugye ezt teszik nagyon sokan, akár ha Bibliát tanítják, akkor ugye abból kikerül az Isten kapcsolat, és akkor egy szógyűjtemény, vagy egy ilyen vallásos, lehetséges, hogy jól érzi magát az ember, lehetséges, hogy valamiféle melegség betölti az embert,
Ezt mondják a mormonok, ha valaki találkozott már velük, a kis táblás elderek, meg sziszterek, akik Amerikából általában itt Magyarországon szokták járni a különböző városokat, és ők azt mondják, hogy van egy mormon könyvük, tehát így nevezik, így hívják azt a könyvet, az egyik szent könyvük, mert nekik ugye több van, nem csak a Biblia, idézőjelbe tette, tehát a Biblia is szent könyvük, de van egy mormon könyvük, és azt mondják, hogy ha érzi valaki át, hogy a melegség elönti őt, a mellkasában érez valami melegséget, akkor ez Istentől egy igazolás, hogy az ő hitük az igaz. De hát az ember, nem tudom, lehetséges, hogy a leszi olvasása közben is érez valami melegséget, de az nem jelenti azt, hogy ez akár a leszi történet, az most egy vallásosan kéne hozzáállnunk. Rengeteg könyvvel érezhet az ember belső melegséget. Rengeteg ember elsírhatja magát egy könyvön, vagy úgy gondolhatja, hogy ez a legcsodálatosabb könyv, amit olvasott, a legnagyobb műalkotás, amit író le tudott írni. És ezt gondolhatja valaki a Bibliáról is, hogy ez a legcsodálatosabb könyv, de ha nem jut hitre, akkor onnantól, és Isten kapcsolat nincs mellé, onnantól egy csodálatos könyv, ami lehetséges, hogy átmelegíti, ami lehetséges, hogy hatással van az életére, de nincs igazán értelme, mert Isten nélkül nincs értelme a Bibliának. Isten kapcsolat nélkül nincs értelme, semmi értelme nincs a Bibliának. És ez sajnálatosan az Ószövetségben is látjuk ezt a fajta dolgot, és ezt amikor Jézus nem halt meg, az evangéliumunk ideje, az még az Ószövetséghez tartozó idő. És egy ilyen időben, ugye János evangélium a 5. fejezetében, 37-es, 40-es igeversekben ezt olvashatjuk, de az Atya is, aki elküldött engem, bizonyságot tett rólam, az ő hangját nem hallottátok soha, arcát sem láttátok, és igéje sincs meg bennetek maradandóan, mert abban, akit ő elküldött, nem hisztek. Ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek, pedig azok rólam tesznek bizonyságot, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Itt is azt mondja, hogy itt vagytok ti, ugye ott nagy tanács elé citálják tulajdonképpen Jézust egy ember meggyógyítása miatt, és akkor Jézus elkezdi őket vádolni. Visszacsap Jézus, visszabeszél Jézus, és elmondja, hogy mi a helyzet, lefesti számukra a valóságot. És azt mondja, hogy ti itt van, kutatjátok az írásokat, jobban ismeritek az írásokat, mint x százezer ember közül bárki, ti 100-an, 500-an x ember, ti nagyon jól ismeritek az írásokat, fejből tudjátok, ha valamire hivatkozok, hogy az mire vonatkozik. Átolt szettig ismeritek, mindent ismertek az írásból, még sincs életetek. Mert azt gondoljátok, hogy magában az írásban van valami, magában a szövegben van valami, ami mágikusan életet fog nektek adni. Amit az ige mond, a szó szerint követitek a tetteket, a cselekedeteket, majd azok fognak életet biztosítani nektek. De nem. Azt mondja Jézus, hogy nem, mert az rólam beszél. És az, hogy rólam beszél, ez a kapcsolatot mondja. Nem csak, hogy egy szeméről beszél, hanem a kapcsolatról beszél. Az Jézussal, az Istennel való kapcsolatról beszél. A Biblia nem egy csodakönyv. Nem olyan a Biblia, mint egy csodalámpa, amit ismerjük talán a történetet, a keleti történetet. Olajmécses megtalálja, megdörzsüli, kijön belőle a dzsin, és azt mondja, hogy kis gazdám, vagy nem tudom, hogy van 3 kívánságot. És akkor mindegy, hogy kicsoda törli meg, vagy fényesíti ki a lámpát, abszolút mindegy, hogy kicsoda, megvan a 3 kívánsága. A Biblia nem így működik, hogy ha valaki olvassa, akkor ugyanaz a hatás éri őt. Nem mindenkire van ugyanolyan hatásra a Biblia. Mert erre is igaz, amit többször olvasjuk a Péter első levelében és a Jakab levelében is, olvassuk, hogy Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja. Nem mindegy, hogy valaki hogyan áll a Bibliához, hogyan veszi kezébe az igét.
És biztosak lehetünk, hogy ezrével, tízezrével éltek az Ószövetség és a rabbik írásainak a nagy tudósai Jézus idejében. Már csak azért is, mert ugye több ezer farizeus volt, 2 és 6 ezer környékére teszik a számokat Jézus idejében. Ennyien biztos, ők ugye tanítói voltak Izraelnek, ők üzemeltették a különböző iskolákat, rabbinikus iskolákat, vagy ők tanították a falvaknak a fiait, a fiatal embereit, a héberre, a szent nyelvre, illetve a szent nyelv olvasására, illetve a tóra olvasása, hiszen minden 10 férfi kellett, hogy egy alkalmat megtartsanak, és bármelyik a 10 közül alkalmas kellett, hogy legyen, hogy fölmenjen a szószékre, és ott el tudja olvasni az adott igeszakaszt. Ezért muszáj volt őket tanítani, és ők tanították őket, és magyarázták nekik a dolgot, és tudósai voltak az Ószövetségnek, illetve a rabbik írásainak. Az ő tudásuk magasan a tanítványok és az apostolok tudása fölött volt. Magasan fölöttük volt a tudásuk. Mégsem dicsérték Istent. Mégsem viszonyultak normálisan Jézushoz. Mégsem látták, hogy ez egy kapcsolat lenne, hanem a betűt látták, a szavakat látták. És Jézus sem dicsérő meg őket azért, mert hogy jaj, de jó, hogy ilyen jó, ilyen sok mindent tudtok. Hogy minden egyes nüanszot észre tudtok venni az Ószövetségben. De jó, hogy mennyit vitáztok arról, hogy most akkor hogy gondolta ezt Isten. Hanem jajokat mond nekik. Gondoltunk a Máté 23-ban. Jajokat mond, jaj nektek, képmutató farizeusok. Jaj nektek, jaj nektek, jaj nektek. Tulajdonképpen elsiratja őket Jézus. Elsiratja őket. Bár hívők, ugye látjuk, akár Nikodémus, köztük is lettek, köztük is váltak Jézusnak követői. Vagy akár a feltámadás után, ugye olvassuk, hogy ott is jó néhányan voltak a vallási vezetők közül, akik az út, ugye így nevezték akkoriban a kereszténységet, az út követői lettek. Mert hogy korábban a betű követői voltak. De ez persze nem jelenti azt, mint ahogy utána való, abban a korban is, azért Jézus korában is, az első században, meg utána, újra és újra, és a 20. században, meg előtte is voltak olyanok, akik úgymond rajongóknak lehet őket nevezni, vagy néha így szokta mondani őket az egyháztörténelem, akik azt mondják, hogy Bibliára nincs is szükség, Ószövetségre pláne nem, hanem majd a lélek megmondja. Hát ha majd a lélek kijelenti, majd a lélek kinyilatkoztatja a dolgokat. Nem kell, mert a betű megöl, a lélek megelevenít, tehát nem kell nekünk tulajdonképpen a betűvel foglalkozni, hanem majd a lélek az kinyilvánítja. De ezt a kettőt, az írást, meg a szent lelket nem szabad külön választani. Így a szent lélek ihlette nem véletlenül, benne is van a Bibliában, nem tudom, én kitalálta ki, hogy a szent lélek ihlete, csak az ő akaratából jött létre minden, ami a Bibliában benn van. Nem lehet kijátszani egymás ellen a szent lelket, meg az igét. A korintusiakhoz itt 2. levélben, kezd bővebben, így olvashatjuk, 3. fejezetének a 6. igeversétől. Ő tett alkalmassá minket, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem betűi, hanem léleké, mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Ha pedig a halálnak betűkkel kőbe vésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy nem tudtak Izrael fiai Mózes arcára nézni, arcának múló dicsősége miatt, hogy ne volna még dicsőségesebb a lélek szolgálata. Ja, tehát azt mondták, hogy akkor nincs ez. Ha ilyeneket mond az ige a betűre, hogy halálnak betűkkel kőbe vésett szolgálata, meg később is ugye azt mondja, hogy a kárkoztatás szolgálata, ugye a következő igeversben pedig ezt mondja, a betű szolgálatára, és egyes emberek ugye ez férjét, azt mondják, hogy akkor nem kell a Bibliát tanulmányozni. Nem kell teológiára menni, és úgyis lehet mindenféle
alapismeretek nélkül ki lehet állni és lehet beszélni. Vagy éppen nem kell felkészülni egy alkalomra, mert majd a lélek megmondja, fölmegyek a szószékre és majd a lélek megmondja, hogy majd mit kell szólnom. És ugye a sékereknél például ugye az volt, hogy addig elsek, ott ültek órákon keresztül, és az illető elkezdett reszketni, akkor ugye megszállta a Szentlélek, és akkor kezdett el beszélni. Vagy volt olyan 20. századi vadkarizmatikus ember, aki addig nem beszélt, amíg egy angyalt nem látott maga mellett. A Bibliától teljesen külön választják nagyon sokan magukat, ilyen emberek, és egyszerűen azt mondják, hogy majd a lélek megmondja. Csak a lélek az már adott számunkra dolgokat. Mindent, ami szükséges, hogy tökéletesen megfeleljünk Isten akaratának. Az ott itt van már a Bibliánkban. Minden. Nem kell új kijelentéseket várnunk. Nem fogja eltörölni a régit, valami mostani új. Ha csak az ige lenne lélek nélkül, akkor mindenki, akkor az mindenki halálát jelenteni. Mert magából az igéből, magából csak kizárólag a lélek nélküli, a kapcsolat, Isten kapcsolat nélküli Biblia, az mindenki halálát jelenteni. Mert csak ebből, csak a szabályokból senki sem tud üdvözülni. Bármennyire próbálhatja is betartani, bármit is csinálhat. Ugye középkorban láttuk, hogy verték a hátukat, olyan övet vettek fel, amiben szögek voltak, direkt, hogy kínozzák magukat, és valahogy elérjék az üdvösséget, valahogy kedvessé tudjanak válni Istennek. Ez lehetetlen. Lehetetlen. De az pont az Istennel való személyes viszony miatt, ha mi olvassuk a 13. verset, Zsidókhoz írt levélben, 4. fejezetének 13. versét, hogy nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt, mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk. Tehát ez a fajta számadás, ez nem ad nekünk görcsöt. Nem rettegünk, mert hogy Istennel személyes viszonyunk van. Ha valakivel személyes viszonyunk van, akkor bizalmi viszony van az illetővel, és akkor nem vacilálok, hogy odaforduljak hozzá, akár segítségért, akár bármiért. Az retteg a számonkéréstől, akinek nincsen személyes viszonya, vagy az rettegne a számonkéréstől, vagy kéne rettegnie, akinek nincs személyes viszonya Istennel. És ezért, pont ezért az izomzatunk másik összetevője, és ezt itt a 14 és 16-os igeversekben látjuk, az izomzatunk másik összetevője a Krisztussal, Jézus Krisztussal való személyes, interaktív kapcsolat. Ugye azt mondja, hogy mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségénken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísért és szenvedett mindenben kivéve a bűnt. Itt a zsidókhoz írt levél behozza az egyik fő témáját. A zsidókhoz írt levél egyik fő témája az izomzat, a kitartás természetesen, a megvédeni az embert az elsodródástól, megóvni az embert, hogy valami engedetlenségbe essen, és az egyik fő izomzat az Krisztus és Krisztusnak a főpapsága. Egyedül a Krisztus főpapsága a zsidókhoz írt levélben jelenik meg. Egyedül itt jelenik meg. Nem azt jelenti, hogy ez nem igaz, természetesen, mert akkor miért nincs benne, miért nem mondja magáról Jézus, hogy én főpap vagyok, vagy miért nem olvassuk Pálnál ezt, hogy én főpap vagyok, vagy ő Jézus Krisztus főpap. Itt jelenik meg. A főpap tevékenysége, a fő tevékenysége egy ünnephez kötődik. És ez az egy ünnep a Jom Kipur. Ha valaki talán figyelte a híreket, figyelte a médiát, akkor most szeptemberben volt, 16-án, 16-17, lehetett hallani az engesztelés napjáról, de mi előzi meg ezt a napot, erről is talán lehetett hallani, nem annyira, nem olyan híres ez az ünnep, ez pedig a Rosh Hashanah, ami azt jelenti, hogy az évnek a feje, ez tulajdonképpen az év kezdet, ez most szeptember 6-án volt. Szeptember 6-án este elkezdődött az év. Ez a 5775.
év, azt hiszem, vagy a teremtés óta 5775 év telt el. Mert ez nem csak a naptári évüknek a kezdete, hanem azt mondják, hogy ez a teremtésnek a napja. Nem csak az évre emlékeznek ilyenkor, hanem a teremtésre is emlékeznek ilyenkor. Ha már a teremtésre emlékeznek, akkor édes ételeket esznek, mivel azt akarják, hogy örülnek a teremtésnek. A teremtés egy jó dolog, és arra az édes étel egyrészt valamikor mi is csináltunk egyébként ketchupos vagy paradicsomos csirkét nagyon édesen. Nem a mi ízvilágunk ez a dolog, de ők ezt ilyenkor nagyon, mert hogy a teremtés egy jó dolog. A paradicsomban élvezték az emberek paradicsomnak az édes gyümölcseit. Egyrészt erre emlékeznek ilyenkor a zsidók, másrészt pedig azért esznek édes ételeket, hogy a következő évük édes legyen. Na de honnan ered? Mert ez a Rosh Hashaná is egy bibliai ünnep. Az év kezdete is egy bibliai ünnep. Mózes harmadik könyvénél nyissátok ki a Bibliátokat, és majd a Mózes harmadik könyvében egy kicsit többet fogunk ma egyébként időzni, vagy hát több ige verset is, vagy ige szakasz is fogok ebből olvasni. De a 23. Mózes 3. könyvének 23. fejezetének 23-astól a 32-esig tartó ige szakasz ezt mondja. Utána így beszélt Mózeshez az Úr. Mondd meg ezt Izrael fiainak. A 7. hónap, a hónap elsején pihenő napotok legyen, mert szent összegyülekezés emlékeztető kürtöléssel. Ne végezzetek semmilyen foglalkozáshoz tartozó munkát, hanem mutassatok be tűzáldozatot az Úrnak. Ezért azt mondták, ezért ez a nap ugye a kürtzengés ünnepe volt számukra. Ekkora fújták meg, hogy hosszabban, mert ugye minden hónapban megfújták a kürtöt, a kos szarból képzett kürtöt, ami tulajdonképpen az áldozatra emlékeztetett, mert hogy Ábrahám, amikor a fiát, Izsákot feláldozta volna, akkor egy kos akadt be a bokorba, és ezért ők kós szarvat fújnak meg. Mert Isten gondoskodik. A jaj kiáltásunk feljut Istenhez. A szívünknek a szomorúsága feljut Istenhez. És ezért fújják meg a kós szarvat. És azzal a reménnyel, hogy Isten gondoskodik. Majd tovább olvasva, ugye látjuk utána, a 10 nappal utána következő ünnepet. Azután így beszélt Mózeshez az Úr. Ugyanennek a 7. hónapnak a 10-e az engesztelés napja. Szent összegyülekezés legyen, tartóztassátok meg magatokat, és mutassatok be tűzáldozatot az Úrnak. Ne végezzétek ezen a napon semmiféle munkát, mert az engesztelés napja ez, hogy engesztelést végezzenek értetek isteneteknek az Úrnak színe előtt. Ha pedig valaki nem tartóztatja meg magát ezen a napon, azt ki kell írtani népek közül. És ha valaki akármilyen munkát végez a napon, azt az embert kipusztítom népe közül. Ne végezzetek semmiféle munkát akkor. Örök rendelkezés legyen ez nemzedékről nemzedékre minden lakóhelyeteken. A teljes nyugalom napja legyen ez nektek, tartóztassátok meg magatokat a hónap 9-ének estétől estéig pihenjetek nyugalmatok napján. 25 óráig, ma is a zsidók, az 25 óráig nem szabad semmit enni. Abszolút, 25 óra bőjt ezen a napon. De mi történt? Tehát ez nem is akarok most, majd még egy részt felolvasunk ebből a... Megnézzük, hogy pontosan mi is történik egy ilyen engesztelés napon. De mi történt a teremtés után? Ha ez az egész a Rosh Hashanával kezdődik meg, a kürtzengés ünnepével, az év kezdetével kezdődik meg, polgári év kezdete, de az egy fél évvel el van tolódva a zsidóknál, tehát ez a liturgikus év kezdete, azért mondja, hogy a 7. hónap, mert a 7. hónapnál kezdődött el a liturgikus évük. Tehát mi következett a teremtés után? A teremtés után bűneset történt. Ezért a Rosh Hashanánál nem csak arra emlékeznek, hogy milyen jó volt Ádámnak meg Évának a paradicsomban, hanem arról is megemlékeznek, hogy ez egy bánatra is indít bennünket, mivel nem ott vagyunk. Mivel most nem a paradicsomban vagyunk. Bánat azért, mert hogy az ember fellázadt a teremtésben betöltött szerepe ellen. Emlékezhetünk, azt mondja nekik, hogy ha erről esztek, akkor olyanok lesztek, mint Isten, jónak és rossznak ismerői.
vagy jónak és rossznak meghatározói. Az ember saját magának mondja meg, hogy mit tartok jónak, és mit tartok rossznak. Istenek akartak lenni. Ők akartak szabályt alkotni. A szabályalkotó pedig Isten, mivel az ő teremtésében vannak. Tehát a teremtésben betöltött szerepe ellen lázadt az ember, és ezért egy bánat is a zsidóknak ez az ünnep. Vagy innentől kezdődik egy bánat időszaka, szembesülnek vele még jobban ebben a 10 napban, hogy az emberiség az Isten haragja alá került. Ahogy ez a gyülekezetünknek az igeversében is megjelenik, a János Evangélium a 3. fejezetének 36-os igeversében, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Az Isten haragja marad rajta. Tehát alapvetően az ember Isten haragja alatt van. És ezt élik át. Ezért a Rosh Hashanah évkezdő ünnep és a Jom Kippur között 10 nap a zsidóságban úgy él, mint a rettegés 10 napja. A rettegés 10 napja. Miért? Mert a Rosh Hashanah, ahogy a zsidó hagyomány szerint a Rosh Hashanah-kor, az évkezdetekor, 3 könyv nyitatik ki. Kinyitatik az életkönyve, a halálkönyve és a közteseknek a könyve. Ez nem biblikus, tehát ez az ő gondolatuk. És nem új gondolat, tehát az Jézus idejében is megvoltak ezek a gondolatok. És mindenki neve valamelyik könyvben szerepel. Mindenkinek ott van valamelyik könyvben a neve. És az új évvel, az új évkezdéssel van egyfajta 10 napjuk arra, hogy átkerüljenek az egyik könyvből a másikba. Ezért mindent megtesznek, hogy értelemszerűen az életkönyvébe akar mindenki átkerülni, hogy oda kerüljenek. Ezért a vallásos, a nagyon vallásos zsidó férfiak például ilyenkor gyászruhát öltenek, tulajdonképpen halotti ruhát öltenek, egy olyan fehér ruhát, aminek nincsen zsebe. És ezt a bűnbánatuk kifejezéseképpen öltik fel, hogy mennyire bánatosak vagyunk, hogy megtörtént a bűneset, és Ádám meg Éva tulajdonképpen nem hoztak semmit az Éden kertjéből ki, tehát ők is üres zsebben, vagy zseb nélküli ruhában vannak, mivel azt mondják, hogy nem is, én Istenhez akarok menni, fehér ruha, a cselekedetek egyéb, különböző szimbólumok, de így akarok vissza is menni. Ebből a világból, ebből a gonoszból sem akarok semmit vinni Istenhez. Illetve az is benn van, ami akár megfeleltethető, vagy láthatjuk az összefüggést a mai ige szakaszunkkal, mivel ezért mondom csak el az egészet, mert hogy van összefüggés meg a mai ige szakaszunk között, hogy az ember nincs neki zsebe, nem rejteget semmit. Nincs nála semmi. Tulajdonképpen ugye mezételenül nem volt szokás járkálni azért Izraelben, de ez a ruházat az, ami a legközelebb van a mezítelenséghez. Ami legközelebb van ahhoz, hogy Isten engem megvizsgál, hogy én mezítelenül állok Isten előtt, és ő megítél engem. Ezt is mutatja ez a ruházat. Nincs olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt, mindenki mezítelen és fedetlenőző szeme előtt. Neki kell számot adni. Számukra ez a 10 nap, ez a számadásnak a 10 napja. És mikor vége van a 10. napnak, ez ugye a Jom Kippur, tehát az engesztelésnek a napja, akkor megint csak ugye a hagyomány szerint megtörténik, amennyiben sikerült nekik elérni, megtörténik az átírás, és a könyv le van pecsételve. Innentől a következő Rosh Hashanáig, a következő rettegés 10 napjáig semmi esélye valakinek átkerülni az egyik könyvből a másik könyvbe. Semmi esélye olyan dolgokat tenni, amivel kedves tudna lenni Istennek, hogy meg tudja változtatni valahogyan a sorsát. Mit kellett csinálni a főpapnak ezen a napon? Erről pedig, ugye mondtam a Mózes 3. könyvét, ebből még fogunk olvasni. Mózes 3. könyvének csak felolvasva, nem értelmezve, mert most nem fogunk ezzel részletesebben foglalkozni, csak hogy lássuk, magunk előtt legyen a főpapnak, ha egyszer Jézus mondja itt főpapnak, hogy mi volt a főpapnak a fő feladata, egy évbe a fő feladata.
amikor a leglátványosabban a főpapra szegeződött minden tekintet. Mózes 3. könyvének 16. fejezete. Ezt mondta az Úr Mózesnek. Mondd meg a testvérednek Áronnak, hogy ne menjen be, akármikor a szentélybe, akár biton belül, a ládán lévő födél elé, hogy meg ne halljon, mert a födél fölött jelenek meg felhőben. Ne menjen be Áron a szentélybe, hogy vigyen egy bikát békáldozatul és egy kost égőáldozatul. Öltözzék gyolcsból készült szent köntösbe, gyolcs nadrág legyen rajta, gyolcsövvel felövezve magát, gyolcs süveget tegyen a fejére, szent ruhák ezek, mosakodjék meg azért vízben, és úgy öltse fel ezeket. Izrael fiának a közösségétől pedig vegyen két kecskebokot, vétek áldozatul és egy kost égő áldozatul. Mutassa be Áron a bikát, a maga vétek áldozatát, és szerezzen engesztelést magáért és háza népért. Azután fogja a két kecskebakot, állítsa azokat az Úr elé a kijelentés sátornak a bejáratánál, és vessen sorsot Áron a két bakra. Az egyiket sorsolja ki az Úrnak, a másikat pedig Azazélnak. Vezesse oda Áron azt a bakot, amely a sorsvetésben az Úrnak jutott, és készítse el azt vétek áldozatul. Azt a bakot pedig, amely sorsvetésben Azazélnak jutott, állítsák élve az Úr elé, hogy engesztelést végezzen vele, és elküldje Azazélnek a pusztába. Áron tehát mutassa be a bikát, mint a maga vétek áldozatát, és szerezzen engesztelést magáért és háza népért. Vágja le Áron a bikát, a maga vétek áldozatát, rakja tele a szenes serpenyőt tüzes parázssal az Úr előtt lévő oltáról, és két tele marok porrá ölt illatos fűszerfélével együtt vigye be a kárpiton belőle. Tegye rá az illatáldozatot a tűzre az Úr színe előtt, hogy beborítsa az illatáldozat felhője a földet, amely a bizonyság fölött van, és akkor nem hal meg. Azután vegyen a bika véréből, és hintse ujjával a födél felé, kelet felé. A födél elé pedig hétszer hintsen ujjával a vérből. Ezután vágja le a bakot, mint a nép vétek áldozatát, vigye be a vérét a kárpiton belőle, és úgy cselekedjét ezzel a vérrel, ahogyan a bika vérével cselekedett, hintse a födélre és a födél elé. Így végezzen engesztelést a szentélyért, Izrael fiának a tisztátalansága miatt, és minden vétkes hitszegése miatt. Így cselekedjék a kijelentés sátráért is, amely köztük tisztátalanok között van. Amikor bemegy a szentélybe engesztelést végezni, egy ember se legyen a kijelentés sátrában egészen a kijöveteléig. Így végezz el az engesztelés magáért, háza népért és Izrael egész gyülekezetért. Azután jöjjön ki az oltárhoz, amely az Úr színe előtt van, és végezzen azért is engesztelést, vigyen a bika véréből, meg a bak véréből, és kenje meg körös körül az oltár szarvait. És hintsen arra ujjával hétszer a vérből, és így tisztítsa, és szentelje meg azt Izrael fiának a tisztátalansága miatt. Ha elvégezte az engesztelést a szentélyért, a kijelentés sátraért, az oltárért, vezesse oda az élő bakot. Tegye rá Áron mindkét kezét a bak fejére, és vallja meg fölötte Izrael fiának minden bűnét, és minden vétkes hitszegését. Helyezze azokat a bak fejére, azután küldje el egy odarendelt emberrel a pusztába. Hadd vigye magával a bak minden bűnüket egy távol eső földre. Így küldje el a bakot a pusztába. Azután menjen be Áron a kijelentés sátrába, és vesse le a gyócsuhákat, amelyeket magára öltött, amikor bement a szentélybe, és rakja le azokat. Mosakodjék meg vízben, szent helyen, és öltözzék fel a ruháiba, úgy menjen ki, és készítse el a maga égő áldozatát, meg a nép égő áldozatát, és végezzen engesztelést magáért és a népért. A vétek áldozat kövérjét is füstöltesse el az oltáron, aki pedig elvitte az Azazélnek szánt bakot, mossa ki ruháját, mosakodjék meg vízben, azután bemehet a táborba. Vétek áldozati bikát és a vétek áldozati kost, amelynek vérét a szentélybe vitték engesztelés véget, vigyék ki a táboron kívülre, és égessék el a bőrüket, húsukat és ganéjukat. Aki elégeti ezeket, mossa meg ruháit, és mosakodjék meg vízben, utána bemehet a táborba. Örök rendelkezéshez. Látjuk, hogy nagyjából hogyan zajlott le egy ilyen engesztelés napja. És ez volt a főpapnak a fő, a bármilyen ünnephez kötődő fő tevékenysége. Ő volt az, aki egy évbe egyszer bemehetett a szentek szentélyébe. Nem volt más. Nem volt más jogosult ahhoz, hogy ezt megtegye.
Értünk pedig, ahogy a zsidókhoz írt levélben ezt látjuk, a mi főpapunk Jézus Krisztus végzett engesztelő áldozatot. És jó néhány fejezet lesz, amikor ezzel fog foglalkozni a zsidókhoz írt levél, ezért most ezzel nem is foglalkozom kifejezetten. Hanem az összefüggésre szeretnék rámutatni, ami az ünnepkör és a mostani igeszakaszunk között van. Mert hogy Isten élő és ható igéje megteremtette a mindenséget, benne az embert. Írott szavával útmutatót adott, majd ennek a szónak a mércéjén mér meg bennünket. Neki kell majd számot adni, mondja ugye a záró be ebben a fordításban, legalábbis a 13. igevers, a zsidókhoz írt levél 4. fejezetében. És ha az ember az igéhez méri magát, akkor nem lehet túl nagy reménysége. Mivel meglátja, hogy az igéhez mérem magam, akkor biztos, hogy nem felelek meg annak a mércének, amit az ige elém ad. Így, ha valaki ezt teszi, az igén megméri magát, akkor nem lehet túl reményteljes az, hogy melyik könyvben van a neve. Mert egyértelműen, ugye, már a zsidó hagyomány szerint, vagy a halál könyvében, vagy pedig a köztes könyvben van a neve. Még Pál is, amikor mint egy vizsgálja magát, kifakad, és azt mondja Pál, tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok. Ki vagyok szolgáltatva a bűnnek? Hiszen amint teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. Akkor pedig már nem is én teszem, hanem a bennem lakó bűn, mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó, mint hogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem is én teszem, hanem bennem lakó bűn. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvény ellen, és foglyul ejt a bűn tagjaiban lévő törvénnyel. Én nyomorult ember, kiszabadít meg ebből a halálra ítélt testből. Pál is kifakad, és azt mondja, hogy ha én a törvényre tekintek, akkor a törvénynek nem tudok megfelelni. A törvény jó, ezt elismerem, látom, a törvény tökéletes, de egyszerűen nem tudom végrehajtani. Egyszerűen mint egy más törvényt látok a testemben, és a kettő az nem kompatibilis. És így érzi magát egyébként minden zsidó, aki komolyan veszi a rettegés 10 napját. Ezért öltöznek fel úgy, ezért imádkoznak, ezért hajbókolnak ott, vagy mennek Jeruzsálembe, és vannak ott a falnál, a még megmaradt templom fal résznél, mert hogy így érzik magukat, hogy egyszerűen nem tudok megfelelni, mert a törvény nézem, a törvény engem elítél. Garantáltan elítél. Hát akkor hol leszek, a törvény elítél engem, akkor mi lesz nekem a jövőm? És abban a 10 napban, amit az ő gondolatuk szerint egy ilyen ex-lex állapotszerűség 10 nap van, lehetőség 10 nap, hogy máshol legyen a nevem fölírva, ezt próbálja kihasználni. Jom Kipur, ahol az engesztelés napjáig, ahol időnként még a főpap is meghalt. A főpapra ugye ismert történet, hogy voltak ilyen csilingelős dolgok a főpap ruháján, és nem hallották, hogy csilingel a főpap ruhája, akkor hát meghalt, akkor szépen kiúzták a bokájára erősített vastag kötélen keresztül, mert ugye nem mehetett be senki a szentek szentjébe. Tehát ott összeesett, meghalt, mert hogy nem volt méltó arra, hogy elvégezze a szertartást. Egyébként a főpapoknak volt egy komoly leírása, hogy egyébként engesztelés nap előtt hol lehetnek, a szentélybe kellett töltenük éjszakákat, imádkozni, böjtölni, rengeteg mindent meg kellett csinálni, hogy önmagát felkészítse egyáltalán arra az ünnepre. Neki is. És ha a főpap meghal, akkor mi van az egyszerű emberrel?
Ezért a zsidókhoz írt levél 4-es fejezetének 14-es igeverse tulajdonképpen egy felsóhajtás. Be azt mondja, hogy miért nagy főpapunk van, áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunk, mert nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni. Nem olyan főpapunk van. Mint egy ugyanaz, ez a fajta felsóhajtás, mint Pálnak a felsóhajtása is a Róma 7-ben. Hogy azt mondja a Róma 7.25-nek az elején, hogy ugye én nyomorult ember kiszabadít meg ebből a halálra ítélt testből, és Pál rögtön utána azt mondja, hogy hála az Istennek, ami Úrunk Jézus Krisztus. Hála Istennek, ami Úrunk Jézus Krisztus. És a 8. fejezet első két igével azt mondta, hogy nincs tehát már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak, mivel az élet lelkének törvénye megszabadított téged Jézus Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Nem a bűn és a halál törvényéhez kell mérnie magát már egy embernek, hanem Jézushoz kell mérnie magát egy kereszténynek. Persze itt is, ha valaki nagyon ezt félreérti, akkor azt mondja, hogy hát én Jézushoz nem érek fel. De Jézus emberré lett. Ezért mondja, hogy mindenen átment. Nem olyan főpapunk, ne tudna megindulni erőtlenségénken, hanem olyan, aki hozzánk hasonló kísértés szenvedett mindenben. Ezért bizalommal lehet hozzájárulni. Bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Azt mondja, hogy Jézus, ami Jom Kipúrunk, Jézus, ami engesztelés napunk, olyan, mi engesztelésünk. A bűnünk nem valamiféle állatra lett átruházva képletesen, hanem valóságosan lett átruházva Krisztusra. Nem valamiféle emberi próbálkozás volt, és ezt úgy értem, hogy tényleg egy kép arra. Az egész Jom Kipúri áldozatnak a képe, a főpapnak a tevékenysége csak azért volt, és azért mondta ezt Isten, hogy ezt így kell végrehajtanatok, hogy Jézusra mutasson előre. Nem volt neki semmi értelme egyébként. Csak így, hogy Jézusra mutasson előre. Egy előkép volt. Tehát Jézus esetében nem emberi próbálkozás volt, hanem az igazi Isten és ember között közvetlen módon rendezte a bűn kérdését. Rendezte az engesztelés kérdését. Ez a tökéletes bűn rendezés. És a 16-os igevers mennyire ellentéte a rettegés 10 napjának. Járjunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerünk, és kegyelmet találunk, amikor segítségre van szükségünk. Bizalom, kegyelem, irgalom, segítség. Ott meg kétségbeesés, reménység, hogy talán átíródik a nevem. Minden mozgáshoz több izom kell, több izomcsoport kell. Ha csak az ujját valaki mozgatja, kell hozzá két izom. Egyszer ugye ez az izmom húzódik össze, amikor kinyújtom az ujjamat, akkor egy másik izomcsoport húzódik össze. Inak vannak mindenhol. Ehhez egy izom nem elég. Egy izom ahhoz elég, hogy ezt csináljam az ujjammal, és utána csak lefegne az ujjam, mert nem lenne egy másik izom. Minden izom, hogy valami mozogjon, többféle izomcsoport kell, mert minden egyes nyújtás, minden egyes izommozgás valamilyen másik izomnak a befeszülését jelenti, vagy elernyedését jelenti. Ezért egy izom csak egy irányú mozgást tudna végrehajtani. De Istenhez való igyekezetbe, ugye 11-es igeversnek az első része, Isten szavára és Krisztussal való kapcsolatra van szükség. Több izomra van szükség. Egy izommal nem lehet elérni semmit, nem lehet előre menni. Úgyhogy lássuk ebben is ezt az összefüggést, amit a zsidók láttak. A zsidók pontosan látták, hogy ez a rész, hogy az igének kell majd számot adni, ez a rettegés 10 napja. És utána a főpap a rettegés 10 napja után következő Jom Kipurból lép fel, ő a mi főpapunk. Pontosan látták ezeket az összefüggéseket, amiket mi, keresztények 21. században kevésbé látunk. De ha ezt az igét elolvassátok, ami egy nagyon népszerű ige, akkor jusson eszetekbe ez.
és akár azok a képek, amik benne vannak, akár ha egy utána néztek, vagy rákerestek erre a rettegés 10 napjára, hogy ez a rettegés, ebbe lennénk mi is, hogyha olvasnánk a Bibliát, és komolyan vennék azt, ami a Bibliában benn van. Azt mondanánk, hogy ezt nem tudunk megfelelni. Valamit muszáj csinálni, valamit muszáj tenni. És ha lenne ilyen a mi hagyományunkban is, hogy könyvek nyitatnak ki, meg van egy 10 napos időszak, akkor mindenki halálra törné magát, hogy a 10 napig valamit el tudjon érni. Ha 10 napon van, akkor mindent megteszek az alatt a 10 nap alatt, hogy valahogy kimentsem magamat. De nem kell. Mert más főpapunk van, nagy főpapunk van. Nem emberi, hanem olyan, aki áthatolt az egeken, isteni főpapunk van. Örüljünk ennek. Lássuk meg azt, hogy milyen rettegésből szabadított ki bennünket. Milyen nyomorúságból szabadított ki ő bennünket. Amen.